Sziasztok, Otto vagyok. Mai napon egy párolt szarvast fogok készíteni, amit barna mártásban fogok megpárolni, egy burgonyafánkkal és áfonyával. El is kezdem a barna mártás elkészítését. A barna mártás egy nagyon fontos alapmártás, ezért is szeretném megmutatni, és ez egy nagyon jó alkalom ma ehhez. Egy kevés olajon fogok cukrot karamellizálni. Ez egy nagyon fontos lépés barna mártás készítésénél. Érdekes, hogy a cukrot meddig kell karamellizálni, egy kicsit túl kell karamellizálni, ez most egy 4 evőkanál cukor volt. Az a lényeg, hogyha a cukor megolvad, és ugye barna színűvé válik, azon egy kicsit túl kell karamellizálni, meg kell várni, míg felhabzik, és egy enyhe fehér füstje jön, akkor fog belekerülni a paradicsompüré, amit egészen sötét színűvé fogok pirítani. A cukor megkaramellizálódott, és most középtájon már látszik, hogy felhabzik, és enyhe fehér füstje kezd jönni. Most jött el a pillanat, hogy belerakjam a paradicsompürét, és a paradicsompürével tovább pirítsam. Egy igazi boszorkány konyhának tűnik a dolog. A nagy gőz miatt, ami képződik. Érdemes távol állni tőle, mert azért fröcsög is, hogy a ruhánk ne legyen olyan. De nem sokáig kell ezt a pirítási műveletet végezni. Ahogy már a színe pirosból barnává, feketévé vált, utána fel is engedhetjük a vörösborral. El is értem ahhoz a pillanathoz, mikor a paradicsompüré a karamellel együtt kellően megpirult, elveszítette a paradicsompüré a piros színét, és most pedig felöntöm a vörösborral. Ez nagyjából fél liter vörösbor volt. Mindenképpen szükség van a vörösborra, az ételünk savtartalma miatt. Mindenképpen száraz vörösbort használjunk hozzá. Az édesbor az elvinné az ízét édes irányba, amire nincs szükségünk. Most pedig felengedem vízzel. Most pedig következnek a zöldségek, amiket csak kicsit összedarabolok, nem kell odafigyelni, hogy hogy is vágjuk össze. Egészen nyugodtan lehet nagy darabokra, amit egy tepsibe fogok helyezni. Kerül bele a zöldségeken kívül kis gyümölcs is. Kis almát fogok belevágni, azért is, mert a szarvasok nagyon szeretik az almát. Persze ez csak vicc, amúgy tényleg én magam is vadászok. Szoktunk a szóróra helyezni almát is, mert tényleg szeretik a szarvasok. De itt most nem amiatt raktam bele, hanem az íz miatt. Egészet egy tepsibe helyeztem, egy picurka kis olajat teszek rá, és 20 percre 230 fokra berakom a sütőbe. Most pedig elkezdem a húst megkérgezni, meg fogom pirítani ebbe a serpenyőbe, de hogy jobban lássátok, addig félreveszem a mártásomat. A serpenyőt jól fel kell melegíteni, kis olajat teszünk bele, hogy ne égjen oda. Egy kicsit megízesítem borssal, azt még el szerettem volna mondani, korábban a húst már a hártyától megtisztítottam, ez látszik is rajta, hogy semmilyen hártya nincs rajta. Enyhén megsózom, és akkor a serpenyőn már látszik is, hogy felforrósodott. Enyhe füstje is van. Belehelyezem a serpenyőbe. Teszek rá egy kis rozmaringot, kapukhüvet. Amennyiben valaki nem tudja beszerezni a vathúst, vagy esetleg nem szereti, abban az esetben marhahúsból is el lehet ugyanezt az ételt készíteni. Úgy érzem, hogy az egyik oldal már megpirult, fordítok rajt. Igen, nagyon jól látható. Kicsit odafordítom a kamerához is, hogy el lehessen menni, hogy szépen megpirult az egyik oldal. Ezek a pörzsanyagok nagyon szükségesek az ételhez, egy kis extra ízt adnak hozzá. A húsnak minden oldalát megpirítottam, így kiveszem a serpenyőből,
áthelyezem ide a mártásomba. Jöhetnek a kisebb darabok. Ezekkel is ugyanazt fogom csinálni, mint a naggyal. A kisebb darab pusaim is megpirultak. Most pedig belerakom őket is a mártásba. És ami még itt vissza van, az a serpenyőben nem biztos, hogy látszik, de azért pörzsanyag képződött. Ezt a pörzsanyagot mindenképpen fel szeretném használni, ezért ezt most felengedem egy kis vízzel és vörösborral, és addig fogom párolni, amíg fel nem oldódik a serpenyő aljából a pörzsanyag. Ez azért is jó, mert a végén alig kell mosogatnunk a serpenyőt. Felforrt a serpenyőnkbe ez a felengedő víz és bor, amivel feloldjuk a leragadt anyagokat, pörzsanyagokat, amik nagyon fontosak. Látszik, hogy a serpenyőm teljesen tiszta, úgyhogy nagyon sok mosogatást is spóroltam, és a fontos ízanyagok belekerültek az edénybe. Az egészet felhelyezem a tűzhelyre, és nagyjából 2-2,5 órát kell párolni. Időközben a zöldségeim is megsültek. Ezeket a zöldségeket most még hozzáadom. Ezekkel együtt fogom készre párolni a szarvast. Adok hozzá még zöldfűszereket, finom íze legyen kakukkfüvet, rozmaringot és egy kicsi zsáját. Manapság már mindenhol be lehet szerezni zöldfűszereket, de hogyha nincs időnk esetleg boltba menni és van otthon szárított, a szárítottból is el lehet készíteni. Miközben a szarvas párolódik, elkészítem a burgonyafánkot, amihez már korábban összetörtem az előre megfőzött, héjában megfőzött burgonyát. Ez nagyjából 40 dekagram burgonya. Ezt fogom hozzáadni a lisztet, tojást, egy kis olajat, sót és cukrot. Hozzáadok 3 evőkanál cukrot, és 1 evőkanál sót. Beleöntöm a tojást. Az élesztőt csak szétmorzsolom, nem kell előre felfuttatni, mert amíg a szarvasunk megpárolódik, addig bőven van ideje megkelni a tésztánknak. És akkor tejet is elkezdem hozzáadni, és nekiállom begyúrni. Az előbb még kimaradt az olaj, nagyjából 1 deciliter olajat adok hozzá, ezt úgy szemre. Az a lényeg, hogy ebből a tésztából egy lágy tésztát kell gyúrni, tehát addig adagolom hozzá a tejet, míg egészen lágy tésztát nem kapok belőle. Elkészültem a tészta begyúrásával, kellőképpen el is fáradtam tőle, most pedig egy kis olajat fogok ráönteni a tetejére, amit szépen végigkenek a tetején, és az aljára is fog belőle jutni. Elválasztom az edény falától. Ez fontos majd a szaggatásnál, egyrészt, hogy ne száradjon ki a tészta, másrészt meg, hogy könnyedén elváljon az edény falától. Addig hagyom pihenni, amíg a húsom meg nem párolódik, és csak frissen fogom kisütni. Amíg pihen a tészta, addig lefedem, hogy ne száradjon olpakkal. Most pedig elkészítem az áfonyamártást, ami igazából 3 összetevőből fog állni. Áfonya, bele is rakok ide ebbe az edénybe. Adok hozzá egy kanál mézet, hogy ne legyen olyan savanyú. Felforralom, és mikor felforrt, hozzáadok egy kis keményítő csűrítésnek. Addig a keményítőt összekeverem egy kis vízzel. Nagyjából egy evőkanálnyi keményítőt, kis hideg vízzel. Abverővel simára keverek.
Az áfonyám felforrt, most pedig óvatosan hozzáadom a keményítőt. Nem adok hozzá egyszerre sokat, nehogy túl sűrű legyen. Jó dzsem lekvár állagot szeretnék elérni. Én azt gondolom, ez most sikerült is elsőre. Még talán egy kis higítást adok hozzá. Elkészült a mézes áfonyám. Ezt már csak tálaláskor fogom felmelegíteni és akkor felhasználni. A tésztám megkelt, a szarvas időközben megpárolódott, nagyon finom puha lett, mártás elkészült. Most következik a fánknak a kiszaggatása és a sütése. Ezt a fánkot áthelyezem, a fánk tésztát ebbe a tepsibe, hogy könnyedén ki tudjam szaggatni fogácsaszaggatóval. Nem szabad ilyenkor a benne lévő gázbuborékokat összenyomni. Fogácsaszaggatómat egy kicsit megolajzom, azért, hogy ne ragadjon oda a tészta, és akkor ilyen kis fogácsákat szaggatok belőle, vagy inkább fánkokat. Időközben az olaj felmelegedett, amint kiszaggattam annyit, hogy megtelik tőle a serpenyőm, el is kezdem sütni. Elkezdem sütni a fánkokat, a hüvelykujjammal és a középső ujjammal egy kis lyukat formázok a közepébe, így relatív gyorsan, két kézzel egyszerre teleszórom az olajat, azért, hogy egyszerre süljenek meg. Megforgatom a fánkokat, mikor elérték a megfelelő szint. Ezt igazából időben mérni nem lehet. Nézni, figyelni kell, tapasztalni. Az első kör meg is sült, szépen lecsepegtetve. Kiszedem erre a szalvétára, hogy a lehető legtöbb olajat leszívja róla, ne legyen olajos a fánkunk. Elkészültem a fánkkal, forró a mártásom, az áfonyám is, felszelem a szarvast, és már tálalom is az ételt. Nagyon finom puhára megpárolódott a szarvashús. Igazából ez egy fiatal szarvas volt, úgyhogy nem is kellett neki sok idő. Én magam is vadászok, persze csak vendégként, édesapám mellett is. Nagyon szeretjük a vadhúsokat. A vadhús számomra azért is nagyon kedves, mert a vad megválaszthatja azt, hogy mit eszik meg. És ezért nagyon egészséges a húsa. Nem kényszeresen van etetve, mint különböző házi nevelésű állatok, hanem ő azt eszik, amit akar. Úgyhogy ezért is különösen szeretem, mert így biztos, hogy olyan élelmiszert viszek be a szervezetembe, ami jó és egészséges. Elkezdem a tálalást. Egy kis barna mártás, és a fánkokra a házi készítésű áfonya. Zöld fűszerekkel megdíszítem. Érdemes olyan zöld fűszereket használni, amiket amúgy is a főzés során felhasználtunk. Én itt a kakukkfüvet, a petrezselymet és a rozmaringot használom fel. Jó étvágyat kívánok hozzá!